对。Ott van egy vas, amivel ki lehet szani, azt mondtam az elején. És úgy döntött, hogy ő terel ki, ez sikerült. És akkor most, ha be is csuki az ajtót, akkor a kihajtás az rendben van. Kedves közönségnek most. Igen, halkan, finoman, tehát nagyon szép finom munkával irányítja a versenyző a kutyát. Pontosan és oda pozícionálja. Kutya elmezetten hajtja végre, amit kell. És nagyon szépen viselkedik a juhok iránt. Hát a juhok kitámadását sem harapással, hanem a mozgásával tolerálja. Nagyon szépen dolgozik ez a kutyus. Valóban még egyébként olyan sok tapasztalat nem látszik rajta, de az ösztönei azok nagyon szépen mutatják azokat a jegyeket, amit egyébként egy kelpitől elvárunk. Sajnos neki sincs lehetősége mondjuk a protézisét használni és jobb belátásra bírni a juhokat, mert arra itt a versenyen nincs lehetőség, úgyhogy arra majd külön kérem, hogy figyeljünk. Mert egy-két ilyen kiöklelő jó, az kényszerítheti a kutyát arra, hogy bizony oda-oda csípjen. Köszönöm.
most lehet látni igazából, hogy ezért nem egyszerű egy ilyen nyájat. Nagyon nem akarnak menni sehova. Kicsit így most sokan vannak együtt. Itt ugye hasznos lenne, hogyha ugatna a kutya, de erre a fajtára azért az ugatás nem jellemző. Ezek a rackák pedig az ugatás hatására kicsit jobban megindulnak. De tessék megnézni, hogy a mozgás, ha egyszer belendül, akkor azért csak sikerül. Nagyon szépen el sikerült mozdítani a jószágokat. És akkor hát, ha ezt sikerül tartani, ezt a szép, kellemes sétáló tempót, akkor szintidőn belül sikerül majd a feladatokat teljesíteni. Az nem hiba egyéb. Próbálok közelebb jönni, tehát az nem hiba a kezdő versenyzőknél, ha kihasználják a pálya lehetőségeit, akár a kerítés, vagy a pálya elemeket, hogy segítenek meg. Az önmagában nem hiba, de kijelölt útról való letérést, azt viszont pontlevonással honorálom. De eddig nagyon szépen haladnak. Fölöslegesen. Nagyon kicsi eltérés volt abban, amit értem. Nincs kontakt. A legelőbb való áthajtás a szögék kevésbé sikeresnek látszik. Botot el kéne dobni. Nagyon szépen működnek együtt, mind a két szöget zárja a kutya és a gazda, és próbálják őket, a juhokat a megfelelő irányban a hídra terelni. Most azért kicsit ez nehezebb, mert több juhnak kell átmenni itt, és nekik ez már nagyobb feladat, mint 19 vagy 20 juhot áthajtani. Nekik egy kicsit szűkebb ez a híd, de azért meg lehet csinálni. És megnézni, hogy milyen finoman mozdul hudu a jelekre, kézjelre fekszik, intésre megindul, botjelre is szépen dolgozik, nem hallottuk még, hogy kiabált volna a versenyző. Külön kiazandó. És nézni, hogy egy sima kis intéssel, hogy gyere, a kutya jön, vezészóra fekszik, ami ugye azt jelenti, hogy leveszi a nyomást a juhokról, amit ők pontosan tudnak, hogy ez azt jelenti, hogy amit csinálnak, az jó, tehát ezzel kell tovább menni. Hát, ha most nem szorulnak meg, és szépen áthaladnak, akkor nyert ügyünk van. Hát ez óriási, ez nagyon szép, ez egyik. Nagyon szép mozzanata volt a mai napnak, hogy egy kezdőversenyző a kutyájával átment a hídon. Gyere ma! Eddig az útvonalat is szépen tartották,
És de arra kérem, Becsenyei családot, hogy a Szabó Enikőt keressétek meg, légy szíves, Laci. Szabó Enikőt meg, akkor addig azért egyen mindenki, ameddig lehet, mert vannak kajajegyek a versenyzők részére, a vendégeink részére, Harsi, Gyenei család, akik jót írni jöttek a Laci, tehát a Szabó Enikővel vegyétek, fölmegyetek szívesek a kapcsolatot, jó? Nagyon szép munkát láttunk ettől az ausztrál kutyától, és amit bátran kimerek jelenteni, magyarul is ért ez a kutya, hiszen apró magyar vezényszavakra tökéletesen teljesíti a feladatokat. Erről a fajtáról azért szeretném elmondani azt a nagyon érdekes dolgot, hogy mind a mai napig kékemény szelekció jellemzi Ausztráliában, a hazájában ennek a kutyának a tenyésztését. Tehát csak a legjobban dolgozó egyedeket engedik tovább, hogy utódokat hozzanak létre. És hát az utódoknál is nagyon mindig figyelik, hogy kik azok az egyedek, akik jól dolgoznak, jó munkát tudnak végezni. És mind a mai napig nagyon figyelnek arra, hogy ez a kutya megőrizze a munkakészségét. És ott látjuk is, hogy ez megy is. Igen, egy körülnéz. Most a behajtás következik, akkor a mai versenyző utolsó száma is lezajlott, ösztönpróba fog következni, most ha ez sikeres. Én azt hiszem, hogy én nagy tapsot megérdemel. Írt. Tudunk.